Csupa mosoly jellemezte Szijjártó Péter akkori külügyi államtitkárt és a GANZ vezetőjét 6 éve a cég és a kormány stratégiai megállapodásának aláírásakor. Már akkor az egyiptomi vasúti kocsik szállításáról beszéltek. Az Exim Bank különös figyelmet szentel arra, hogy a GANZ, illetve a GANZ által fémjelzett magyar gépipari konzorciumok külföldi piaci érvényesülését segítse. Ennek most egy fontos eleme az egyiptomi államvasutak nagymértékű beszerzése. A tendert végül 2016-ban meg is nyerte a GANZ. Ehhez az állami tulajdonú Exim Bank 900 millió eurós hitelt biztosított. A szerződést végül mégsem írták alá. Később az Exim Bank ezt a hitelt váratlanul egy olyan orosz cég pályázatához adta, amelyik ugyancsak rácsapott erre az üzletre, írta meg a Direkt 36. Az orosz cég végül meg is kapta a munkát. A frissen alapított magyar leányvállalatával már tervezik is az új egyiptomi vagonok gyártását. A magát nemzetének hazudó Orbán kormány lényegében átjátszotta az oroszok kezére ezt az üzletet, az nagyjából 1 milliárd eurós Exim bankos hitellel egyetemben, és kiszorított egy magyar céget ebből az üzletből. Kerestük a GANZ-t, de csak annyit válaszoltak, eddig sem nyilatkoztak az ügyben, ezután sem teszik. A cég 2017-es beszámolója szerint majdnem 500 millió forintot veszítettek, mert idézem, az egyiptomi rendelés kormányzati okok miatt meghiúsult. A kormányt is kerestük, azt válaszolták, a projektről a megrendelő egyiptomi államvasutak dönt. A DK kivizsgáltatná az ügyet. Miután az üzletben az orosz érdekeltség rendkívül erős, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz fogok fordulni, hogy vizsgálják meg, hogy milyen módon sérült a magyar gazdasági nemzeti érdek ebben az üzletben. Az orosz cég magyar leányvállalatának 50%-át nemrég vásárolta meg Szalai Bobrovnicki Kristóf, volt londoni magyar nagykövet, a századék gazdaságkutató intézet egykori társtulajdonosa. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férjének korábban több közös cége is volt, Habony Árpád volt miniszterelnöki főtanácsadóval. A hetekben pedig Garancsi István nagyvállalkozóval együtt Endi Vajna kaszinóinak üzemeltetését vette át.